1986 elején az Egyesült Államok belügyi szervei különleges csoportot hoztak létre a nemzetközi bűnszövetkezetek ellen, melynek vezetésével Richard Buholdert bízták meg. Feladatuk mindazon csoportoknak a felszámolása, amelyek az államok nemzetbiztonságát fenyegetik. Ez a történet ennek a bátor csoportnak az egyik ellentámadását mutatja be. Bemutatjuk az Antiterrorista csoport című amerikai filmet. Főszereplők: Joe Cortese, Jack Youngblood, Steve James, Patricia Charbonneau, Barry Corbin, Eddie Velez. Nagyon szép. Áron László, Csíkos Gábor, Dózsa László, Detre Anna Mária, Betes Csaba, Tomanek Gábor. Zene Ennio Morricone. Kérem, mondja meg a professzor úrnak, hogy Márkoszéktól hoztam üzenetet neki. Egy kis türelmet kérek. Fényképezte Robert D. Yeoman. Itt van egy fiatal ember, azt mondja, hogy Márkoszéktól hozott üzenetet. Recepcióján letétben van helyezve egy levél, fotókkal. Hozd el. Ezek segítségedre lesznek. Hogy fizetnek? A szokásos módon. Egy részét angol fontban előre, a többit az akció után. Mikor kezdjem? Azonnal. A filmet rendezte William Friedkin.
van a kocsiban! Kórházba kell vinni! Segíts! Vigyázz, óvatosan! Apánkra, akit az újságok csak új Einsteinnek hívnak. Sok szeretettel kívánjuk mindezt egész életére. És boldog születésnapot kívánok. Két embernek tuberkulózis tünetei vannak. Röntgen kell csinálnom róluk. El kell távolítani a bilincseket. Ez az ember egy veszélyes bűnöző. Ez pedig egy hamisító. A legnagyobb óvatosságra van szükség. Én orvos vagyok, és megbilincselt embereket nem tudunk megröntgenezni. Nem áll módunkba itt hagyni őket. Értse meg, kénytelenek vagyunk megakadályozni a betegség terjedését. Ellenkező esetben járvány törhet ki. Gyorsan. Itt várunk. Köszönöm. Add ide a kezed. Indíts! Indíts! Kérem, vegyék fel ezeket az ingeket. Csak ha együtt működünk, úgy érünk el sikereket.
Soha nem fogom neked elfelejteni. Ne köszönjed, pénzért teszem. Annyit fizetek, amennyit csak akarsz. Csak kikerüljek innen. Jogalom, ki fogsz jutni. Egyesült Államokban vagyunk. Győztünk! A szövetségi nyomozóiroda emberei vagyunk. Egy lépés sem! Igen, győztünk. Isten hozott adóságot. Azt mondta, hogy ne játsszál, ha az illető doknak hívják. Az ügyvéd elmondta, hogy a múltkor alaposan átvágtad a kliensét. Tudod, hogy mi történt? Ez József Ledermark professzor a Sorbonne-ról. Nobel-díjas, nős, kutatásai ismertek, ellenségei nincsenek. Párizsban gyilkolták meg. Helmut Wegener professzor, a német kormány tudományos tanácsadója. 50 yardról lőtték fejbe, amikor a NATO védelmi minisztériumát hagyta el Bonnban. Ellenségei nem ismertek. Tartozása nincs, van egy pár barátnője. És mi az összefüggés? A Greswelli terv. Ez egy NATO terv. Egy egész világra kiterjedő nagyszabású terv a védelmi rendszerek kutatása terén. Ez jelenleg a legfontosabb. Ez egy olyan speciális terv, melynek kidolgozásán világhírű kutatók munkálkodnak. Ledermark együtt dolgozott a NATO belga központjával, mely egyben a kutatások bázisa is. Ennek igazgatója Dr. John Woodhouse. Mindkét név ugyanahhoz a témához kapcsolódik. Harry Spivak professzor az egész kutatási terv létrehozásának és megvalósításának az igazgatója, a Brighton Egyetem fizika tanszékének a vezetője. Akiknek ezek a tudósok útban vannak, azoknak a legmagasabb körökkel kell kapcsolatot tartania. Tudtok valamit? Semmit. A nyomozóiroda azt mondja, hogy lehet egy egyénileg szervezett akció, de lehet a TGC vagy a maffia munkája is. Mindig ezt mondja a nyomozóiroda. Ezért hívtalak. Mielőtt az összes tudóst megölnék, és ennek beláthatatlan következményei lennének, azt akarom, hogy vállald el ezt az ügyet. Most rögtön. Mi lenne a konkrét feladat? Meggátolni a többi kutató halálát. Azonosítani a tettest, és megsemmisíteni minden áron. Tudod, mi az első feladat? Összegyűjteni az embereimet. Jól van. Ne felejtsd el, hogy a speciális csoportod akciójáról van szó. Akarsz még valamire figyelmeztetni?
Reméljük, hogy elkapod azokat, akik a Greswelli terv meghiúsításán dolgoznak. Ezt fentről üzenik. A nagy főnök? Saját maga. Akarod, hogy ő ismételje meg? Lábakat felemelni, lassan. Ki használja az üres teret, lányok? Ez az. Van szabad időd? Igen, de holnap már nincs. Csodálat. 3 hónap után végre egy szabad este. 2 választásod van erre az estére. Igen? Igen. Elmehetünk gengsztereket üldözni, vagy itt maradunk. És a gyerek? Az apjánál van 2 napra. Az a gengszerüldözés, azt hiszem nagyszerű ötlet. Szeretlek, Doc. Nem válaszoltál. Mire? A házasságod. 14 éve vége van. Miért? Meséld el. Azután, hogy összeházasodtunk. Először a testületbe léptem be. És utána jöttek a kormányfeladatok. Megváltoztak az álmaim. De az övé nem. Nem az ő hibája. Senkinek a hibája. Mégis vétkesnek érzem magam. Mindnyájunknak vannak ilyen vétkei. Mire gondolsz? A gyerek apja hív. Szüksége van a fiamnak egy apára. Vissza akarsz menni? Ez nem lehet vita tárgya. Azt hiszem megértelek. Szeretlek, Doc. Csodálatos apa lennél. Mindenki tudja, hogy itt vagyok. Itt nincsenek emberek. Taxik és metró. Már ismersz, Doc, hogy képtelen vagyok egy üvegdobozban élni. Igen, már ismerem a reakcióidat. Tudod, mit mondott a főnök utána? Úgy nézett rám, mint borjú az új kapura, és azt mondta, maga a legjobb a csapatból. Haza akar menni? Hova küldhetjük? Erre én azt mondtam, a világ bármelyik részére, csak ne New Yorkba. Na? Nincs igazad, Doc? Ne igazad van, Joel, ez valóban nem New York. Üzlik? Doc, ez a halisteni. Ha itt maradnál, még 2 napot, lemehetnénk egy kicsit délebbre, és még halászhatnánk. Mikor indulunk? Ha befejezzük a vacsorát. Szervusz, fiam. Hogy megy a tanulás? A matekkal sok problémám van, papa. Többet kell gyakorolnod.
Most el kell mennem egy időre. És nem akarok panaszokat hallani a viselkedésedre Anderson asszonytól, mire visszatérek. Nekem higgyél, és ne Anderson asszonynak, vagy a többi gyereknek. Hát, elég sok panasz van rád. Másokra is, nem csak rám. De engem más gyerek viselkedése nem érdekel. Engem csak a te dolgaid érdekelnek. És ha emlékszel arra, amit a múltkor is mondtam. Igen, ez nagyon fontos. Már 100-szor elmondtad. Jó, hát akkor most mondom 101-szerre. Érthető? Érthető. Jó. A fiad nem sokára felnőtt lesz, és te nem vagy velünk. Tudod, hogy el kell mennem. Értsd meg, Cleo. Nem sokára visszajön. Tudod, hova mész? Nem. Buholder hívott össze minket, bárhová mehetünk. Felhívsz minket? Miért nem hívlak vele mindig? De igen, csak emlékeztetni akarok. Nagyon fogsz hiányozni. Szeretlek, Pát. Én is nagyon. Védett személy veszélyben volt. A kolléga nem volt kellőképpen gyors a probléma megoldásához. Miért? Kiszedtem a sofőrt a kocsiból. Igen. Gyors megoldást kíván a helyzet. Ő itt áll ennél a végénél a kocsinak. Erre mit csinál? Megkerüli a kocsit, kihúzza a sofőrt, és elhajt. Tehát mit kell ilyen veszélyes helyzetben tenni, amikor bent ül a sofőr? Csak egy dolgot lehet. Kilökni minél hamarabb. Ez az egyetlen lehetőség. Ellenkező esetben szitává lövik. Értsék már meg, a védenc minden esetben elsőbséget élvez. Na, van valami kérdés? És mi van akkor, hogyha a kocsi elgázolja az üldözőt? Ha a helyzet megkívánja, ezt kell tenni. Üdvözlöm, uram. Richard Buholder, szövetségi nyomozóiroda. Mit volt? Üljön le. Mit szól a munkájához? Nagyon tetszik, uram. Mindig ilyet akartam csinálni. Hová való ön? Én mindenhová. Az apám az ENSZ-ben dolgozott, az egész világon megfordultam már. Gondolom, beszél franciául. Igen. És olaszul és németül. Jó. Köszönöm. Ez minden? Turpin? Igen, uram. Szeretnék egy fontos kérdést feltenni. Igen, uram. Ha az elnököt valaki megtámadná, ön és a társa letartóztatják az illetőt. De a támadó leköpi a társát, aki ezért betöri a pofáját. Mit mondaná a feletteseinek, ha megkérdeznék, miután a merénylő feljelentette a társát? Ez elég nehéz. Nem az. Tehát mit mondaná a feletteseinek? Nem vádolná meg a társamat. Tehát hazudna a feletteseinek, akik a vizsgálatot vezetik. Nem, uram. Azt mondanám, hogy az illető provokálta a társamat, megérdemelte, ami történt, jogosan járt el a pasas. Tessék, itt vannak a kért adatok. Gondolom, ezek megfelelnek. Elő kell léptetni. Ki mondja ezt? Léptesse elő. Hivatkozhat bármire. Ez az FBI parancsa.
hívják. Laurent műve. Roger Laurent. Nagy barokk mester volt. Köszönöm. Ön amerikai? Igen, egy pár napos kiránduláson vagyok itt. Egy kicsit ott hagytam a csoportot. Ön francia? De régóta élek Párizsban. Mivel foglalkozik? Író vagyok és művészettörténész. Ezért ismer mindent ilyen jól. Engem minden érdekel. Hogy hívják? Jane. Jane Brown. Én is rád. Sok minden történt azóta. Veled is, velem is. A munkánk néha összehoz. Néha meg elválaszt. Már régóta nem dolgoztunk együtt. Igen, de mindannyiunknak megvolt a maga feladata. Mi újság Alaszkában? Ott aztán igazán remekül lehet élni. Én azért maradok a pálmafáknál. Dáma már. Azt nem tudom, hogy fogunk megtudni mindent, ha nem ismerik pontosan a Grassvelli tervtartalmát. Én meg azt nem tudom, hogy nyomozunk, hogy a kutatók között ne legyen pánik. Remek. Beszélünk a helyi hatósággal. Össze kell gyűjteni minden adatot, ami a segítségünkre lehet. Te jössz. 5. És mi lesz Párizsban? A helyiek tudnak rólunk. Kapcsolatban vagyunk velük. Az akció neve 2. csatorna. Te jössz, Törpin. Aha. 2. Pass. Kétszer, és a többi 5. Nem lépek. Én sem. Így nem játszom, hogy egyedül maradtam a fedélzeten. Nem fogadok. Mit van? Üres a kezem. Hely, Törpin, nem tudtad, hogy egy öreg rókával beszélt? Úgy látszik, nem mondta a mamát, hogy nem csak a nőkkel kell óvatosnak lenni, hanem az okos fiúkkal is. Akit éppen dobnak hívnak. Játsszuk meg az 5-öt, aztán majd meglátjuk. Szia! Szia! Hogy vagy? Jól. Éhes vagy? Igen. Köszönöm. Mindig ennyi kajával jársz? Szeretek felkészülni. Te a laboratóriumi munkákkal vagy megbízva? Mm-hmm. Komputerek, fotók és az összes többi. Férnél vagy? Nem. Senkit nem találtam még, aki meg tudná szokni ennek a munkának az időbeosztását. És te? Nem, nőtlen vagyok. Ízlik? Néha. A szendvicset kérdem. Ja, az jó.
Melyik egyetemre jártál? A Colorado Egyetemre jártam. Aha. Ott hallgattam jogot. Én is ott tanultam. Igen? Az apám azt akarta, hogy jogász legyek. De már nem leszek. Az egy más dolog. Mi? Mikor csináltad ezt a szendvicset? Jó, ha ezt most nem mondom meg. Dr. Woodhouse, befejeztem a számításokat, amit kért, de még hiányoznak adatok Dr. Leidenmark. Majd én odaadom. Dr. Leidenmark és én együtt dolgoztunk. Egyikünk olyan, mint a másik. És gondolom a német számítógépek nem működnek megfelelően. Most el kell mennem. 13-an dolgoztunk, sajnos már csak 11-en vagyunk. Úgyhogy be kell osztani az időt és a munkát. Jack, hány gyereked van? Két fiú, 9 és 10 évesek. Meglehetősen nehéz időszak a gyerekeknél. Mindegyik az. Alig, hogy az ember befejezi az egyiket, beleesik a másikba. Önnek lányai vannak, igaz? 14 és 15 évesek. Néha, ha éppen nem telefonálnak, tudok velük beszélni. Itt talált el a lövedék. Ez azt jelenti, hogy onnan tüzeltek. Milyen fegyverrel? Azt hiszem gyors rakétával, amitől rögtön felrobbant a kocsi. A múltkori találkozásunkra? Igen. Egy fogadás a Hotel Reskinsben. Milyen hideg volt. Emlékszem, milyen különleges ételeket ettünk. A chili nagyon pikáns volt. Látom, pontosan emlékszel mindenre. Emlékszem, mert $5 vesztettem el a fogadáson. A katonai hírszerzéstől a kérdezett típusú gyors rakéta október 11-én tűnt el Nürnbergből, Dian Derbytől. Remek munka. Az alakulat befejezte a gyakorlatát, amikor észrevették, hogy hiányzik egy lövedék. Akkor rögtön elrendelték a leltárt mindenütt. És nem hiányzott semmi más? Nem, ez volt minden. Miután meghalt egy ember az alakulatnál, összegyűjtöttük az összes ilyen fegyvert, ami létezik, és az összes embert megkérdezték, aki hozzájuthatott. És mi volt az eredmény? Egy közlegény, akit ideiglenesen a kamion vezetésével bíztak meg, gyanussá vált. Kikérdezték, és a vizsgálat alatt elájult. És hol van most? Börtönben. 20 év kényszermunkára ítélték.
Üljön le. Tudom, mit akarnak kérdezni. Mit akarunk kérdezni? Hogy mit csináltam a fegyverekkel. És mit mondasz? Ugyanaz, amit másoknak. Nem tudom, hol van. Kivettem a kamionból, de nem tudom, hova tűnt. Ezek dr. Woodhouse kocsijának roncsai. Az USA érdekében végzett tudományos kutatásokat. Maga szerezte a fegyvert a gyilkosságokhoz. Én semmit sem tudok. Gondolom, addig maradunk itt, hogy meg nem mondod, kinek adtad a lövedéket. Semmi más nem tudok mondani. Szétverem a pofádat. Doc. Doc, hagyjad. Azt nem kell. Így nem értünk szót. Ez nem vezet eredményre. Igaz, Willy? Willynek hívják, ugye? Igen. Jó. Felülvizsgáljuk az aktákat, Willy. A bátyád Vietnámban esett el, ugye? Igen, helikopterem volt pilóta. Megölték. Mit gondolsz, mit csinált volna a testvéred, ha élne és tudná, hogy segítettél a hazád ellenségeinek? Nem tudom. Szeretnéd, ha élne? Persze, hogy szeretném. Voltál a temetésén? Persze, hogy voltam a temetésén. Korán halt meg, ugye? Ilyen fiatal volt, mint te? Igen. Willy. Szeretném, ha rátönnéd a kezed erre. Emlékszel a zászlóra, amit anyádnak ajándékoztak a temetéskor? A zászlóra, ami letakarta a testvéredet. Igen. Azt akarom, hogy képzeld azt, hogy ez az a zászló, és nézz rám. És esküdj meg erre a zászlóra. Hogy nem tudsz semmit. Arról a lövedékről. Gyerünk, fiú, esküdj meg a testvéred halálára. Gyerünk. Esküdj a testvéred halálára. Gyerünk. Mi az, mi történt? Szabadságharcosoknak adtam a fegyvert. Egy embernek, aki a szabadságért harcol. Nem tudtam, hogy erre használja. Jól van. Meséld el az elejéről. Meghívtak egy helyre. Ott ismerkedtem meg a Dixie klubban. Nem messze a belvárostól. Beszélgettünk. És nagyon jó barátok lettünk. Hogy hívják pontosan? Nem tudom, soha nem mondta. Beszélj róla. Órák hosszat beszélgettünk. Értett az orvostudományhoz. Mondta, hogy elvégezte az egyetemet. Olyan intelligens ember volt, amilyet még soha nem ismertem. Hogy került szóba a lövedék? Amikor már összebarátkoztunk, említette, hogy a nikaraguai szabadságharcosok között van. Mutatott egy fotót az egységükről. Mindannyian önkéntesek voltak, a többségük fiatal. Mondta, hogy kellenének fegyverek. És megkérdezte, tudnék-e szerezni egy lövedéket. Mondtam, hogy nem lehet. És mi történt? Akkor azt mondta, hogy nem vagy a barátom. Ha nem érdekel, hogy Nicaraguában gyerekek halnak meg, és a lövedék nagyon fontos. Így szántam rá magam arra,
hogy mikor gyakorlatoztunk, kihasználtam a hanyagságot, és elevettem egyet a kamionból. Hol lakik? Egy nő lakásánél Párizsban. Hétvégén szokott otthon lenni. Rue de la Chine. A Rue de la Chine 29-ben lakik. Köszönöm, Willy. Azt hiszem, ez minden, amit tud. Azonnal szólunk a helyszínnek is. Hogy találtál ide? Emlékezz, London! Lenne egy szerződésem, Honduras. Nem, köszönöm. Együtt a felszabadítási fronttal, nem pénzért. Mit számít az? Tanácsadó voltál Angolában. Azt mondták, hittél benne. Az apám orvos volt San Paulóban. Egy este érte jött a titkos rendőrség. Elvitték, kivégezték. És azok a szegények, akiket évekig ingyen kezelt, nem voltak képesek eljönni a temetésére. Elhatároztam, megbosszulom, azóta csinálom. Azóta csak a pénz a fontos? Egyedül dolgozom, de hamarosan szeretném befejezni és megpihenni. Akkor jössz a házamba Mexikóba, amikor akarsz. Romero kocsmájában hagy üzenetet. Bauer névre. Milyen jó ez? A bor Párizs környékéről való. Te jössz. Csoporthoz. Itt megyek. Az emberünk elkezdett mozgolódni. Megyek. Rendben. Rendben.
ember a CAT-hez. Hallom. Ez az a hely. Megvan az emberünk. Hello, Master. Hello, Master. Hall engem? Master. Valami baj van? Válaszoljon. Master, mi történt? Az égvilágon semmi sem maradt itt. Csak ez. Egy derítő berendezés. És ezt találtam a szemétben. Egy pillanat. Fordíts rajta. Spivák. Dr. Harry Spivák, az egész Grassfeldi terv igazgatója. Hol van? A Brightoni Egyetemen. Mulder úr, nem áll módomban, hogy 24 órán keresztül őrködjenek felettem. Visszautasíthatja a védelmet, de akkor nem kétséges, hogy meg fogják ölni. Engem is idegesít, de semmi értelme nincs, hogy elmondjam, ezek a dolgok szükségesek. De miért nem tudod megmondani, hogy miért? Ez csak a biztonsági szolgálatra tartozik, Rebecca. Ha vállaljuk, hogy együtt lakunk velük, a minimum, hogy elmondod, hogy miért. Mert az Egyesült Államok elnökének nagyon fontos ez a kutatás, amit jelenleg csinálok. Gondolom ez az oka. Mit csinálsz, John? Felszereljük ezt, ha valaki felhívja, rögtön tudjuk. És a központban is jelezni fog? Igen, ott van minden. Kamerákat is felszereltünk. Mindenki, aki hívja a telefonon, akármilyen, bárki az egyetemről, rögtön befut a központba. Van valami kérdés? Nincs. Figyeljetek ide. Akkor én akarok mondani valamit. Szeretném, ha tudnátok, hogy nem rutin feladatról van szó. Bizonyos pillanatban ne felső utasításra várjatok, hanem saját magatok döntsetek. Ha őt akarják, szenvedjenek érte. Lee. Igen, uram? Eddig tolmácsként dolgoztál, de most, hogy visszajöttünk, más állást is betölthetnél. Igen, uram, de én szeretnék önnel maradni, hát a lehetséges. Igen, de az oktatód azt mondta, hogy vannak bizonyos problémák veled. Igen, tudták, hogy önökkel többet tanulok, mint bárhol máshol. Szeretnék itt maradni. Adok egy lehetőséget. Ha a fedélzeten akarsz maradni, minden nap javulnod kell. Igen, megértettem. És köszönöm a lehetőséget. Dok!
Információt kaptuk. Találtak valakit, akire illik a mi emberünk személyleírása. Nem rég jött, libanoni útlevele van. Állandóan cserélgeti a kocsi a rendszám. Megvan a hely? Itt a cím. Megnézzük? Igen. Hatos lakás. Ha nem fogod basszára, szétverem a pofádat. Nyomás! Doc? Gori. Ismét találkozunk? Ez az ember a Mossad, az izraeli titkosszolgálat vezetője. Shalom. Hogy vagy? Örülök, hogy látlak. Jól vagy. A múltkor azt mondtad, hogy visszavonulsz. Csak akkor gondoltam erre, mikor megvertél egy pókerparti Jeruzsálemben. Mikor kénytelen voltam fizetni. Hallod? Miszél hozott Brightonba? És téged ide? Nem mondom meg, ha te sem. Informáltak minket, hogy ugyanazt a szemét, aki megölt egy diplomatát, ide küldték, hogy megöljön egy tudóst. El akarjuk csípni. Ugyanazt az ember keressük. Miért? Most nem mondhatom meg. Miért nem mondhatod meg? De amikor elkapjuk, te leszel az első, aki megtudod. De addig is én vezetem ezt az ügyet. Jó. Visszavonulunk egy hétre. De utána rajtunk a sor. Egészség. Egészség. Ah! Lehet, hogy a hasznodra lesznek. Amerikaiak teljesen rádáltak. Ezen nem csodálkozom, ha arra gondolok, amiről szó. Richard Buholder bízták meg azzal, hogy letartóztasson. Buholder? Ismered? Nagyon jól. Két éve majdnem elkapott Jamaikában. Nagyon veszélyes, nem tréfál. Ki azt mondta, hogy itt vagy. Valaki azt mondta, hogy várt. Szükségem van arra, hogy valamit megcsinálj. Hol? Brightonban, New Jerseyben. Egy egyetemi tanárról van. Vigyáznak rá? Igen. Ha védve van, mit tudok én csinálni? Ez nem jelent problémát. Azok is meghalhatnak, akik védik. A kocsi mit parkol, ha ezt megcsinálom? Először $10,000 kérek, utána két nap múlva még $10,000. Ha megcsináltad, menj Atlantic Citybe a diplomát szállóba. És keresd Barros urat! Hé, látom, nagyon siet. Ha nem sietnék, megvárhatnám, míg szívinfarktusban kimúlok. Sallyt keresem. Ismeri? Mondja meg, hogy Diti keresi. Várjon.
vagyok egy kicsit. Azt üzente, hogy tud valamit. Ha elmondom, megígéri, hogy nem kell megismételnem. Szavamat adom. Mesélt nekem egy merényletről. Egy fontos személyiség ellen, ami az újságokban is benne lesz. És ki ez? Az egyik barátnőm egyszer feljelentést tett az esküdszék előtt. Kivallatták, én is félek ettől. Hallgasson ide, én is számtalan módját ismerem, hogy lehet szóra bírni valakit. Miért nem ül le? Meséljen el mindent. Utána meg fog könnyebbülni. Sokat láttam itt megfordulni, és azt mondta, hogy rengeteg lóvét fog leakasztani. A fizető pedig Atlantic City-ben, a hotel diplomatban lesz. Hol lesz a merénylet? Az egyetemen. Nem tudom, hogy a pasas őrült-e, hazudik-e, de az biztos, hogy engem nagyon megijesztett. Nem vagyok egy ma született bárány, de ha gyilkosságról és fegyverről van szó, hát ez komoly dolog. Tudna nekem egy pontos személy leírást adni róla? Szőke, göndörhaj, 1,80 méter, kék szemű. Ez minden? Igen. Jó, köszönöm. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ha eszébe jutna még valami, ezt a számot 4 óráig lehet hívni. És köszönöm. Alszanak. Nem történt semmi különös az éjszaka. Most ment el a New Jersey gázművek kocsija. Mikor és hány ember volt benne? Itt van, 6. A gázművek értesítés küld, hogy mikor hova megy? Hív fel őket, hogy itt voltak, mi pedig felkeltjük a házlakóit. Gyerünk, fiú, most együtt fogunk dolgozni. Keresd! Keresd! Mondták a gázműveknél, hogy nincs tudomásuk arról, hogy kocsit küldtek ide. Dob! Dob! Szivárog a gáz! Gyűrűíteni a házat! Kifelé, gyorsan! Gyorsan! Nincs vesztegetni való időt! Gyorsan! Okay.
Gyere, gyors, gyors, messze, minél messze, gyors, gyors, gyere, gyorsan. Szivák, most mind a ketten ott ülnénk a kapitóliumon, mint velebek a dróton, és nézhetnénk magunkat. Nem tudom tovább igazolni az itt tartózkodásomat. Igen, uram, tévedtem. De nem akarom itt hagyni a szolgálatot, csak arra kérem, hogy adjon egy másik lehetőséget. Ha megpróbálnám, biztosan megtalálnám most már a helyet. Mostantól fogva sofőr leszel. Ez lesz az egyedüli feladatod. Semmi mással nem foglalkozhatsz. Érthető? Igen. Majd megtanulod, hogy mi az a megfigyelés. Lakik Barrosz. Barrosz. A 241-es. Köszönöm. A helyzet? Igen, az volt. Láttad, mielőtt lelőtted? Igen, közülük volt valaki. Miért jött? Meg akart ölni valakit? Nem, csak a pénzt felvenni. Akkor miért lőtted le? Mert az életemet védtem. Menjünk, ígyunk valamit. Jó, menjünk, ígyunk. Megegyeznek a sávok a papíron.
Ez azt jelenti, hogy ugyanazt a papírvágót használták mindkettőnél. Ugyanabból a forrásból származnak? Igen. Hamisak, de nagyon profi. A papírt előállítják, a tinta hatósági. Viszont a szövegrészből, ahogy be van vezetve, látszik, hogy hamisítvány. Mindez mit jelent? Nem egy egyéni akcióval van dolgunk, mert az útlevelet egy országban sem használták. Tehát nem ő hamisította. Hanem? Hanem egy külföldi kormány nyitotta őket. Ez minden, amit mondhatok. A bélyegeket és a beütéseket hamisították. Ezt használták félrevezetésünkre. Van valaki, akire gondolunk, de mindig kicsúszik a kezünk közül. 3 éve is ráálltunk. Ez egy gyilkos. De nem tudjuk el. Igen, 3 éve akarom letartóztatni, de ugyanúgy csinálja a dolgait. Még mindig ott tartunk, ahol voltunk. Ennek ellenére még mindig él. Azt hiszik, azt az ember tölték meg, akit keresnek. Úgyhogy teljes biztonsággal folytatni tudom az akciót. Buholder úr is azt hiszi, hogy ő tölte meg. Ki kell nyírnia az emberünket még ezen a héten. Ellenkező esetben fel vagyok hatalmazva, hogy visszatartsam a fizetéseteket. És ez meghiúsítja a terveket. Hol van most a pasas? Washingtonban. A Hotel Soulban. Az egyedüli tudós vagyok, aki be tudja fejezni a kutatásokat a közeljövőben. Értse meg, kérem. Holnap van találkozom Virginiában a NATO hadügyi küldötteivel. Igen, uram. Attól tartok, a NATO szövetségeseink közül tévedhetnek a kutatásokban. És ezt nélkülem nem tudják véghez vinni, Buholder úr. Segítenie kell, hogy életben maradjak. Amíg befejezem a munkát. Bot Anders? Igen. Ön kicsoda? Szövetségi megbízott. A parancsnoka mondta, hogy ön fogja kísérni motorral az autót, de elterelt útvonalon. És mi történt? Informálódnom kell az új útirányról. Nem változtattuk meg az útirányt. Meg kell néznem a biztonsági berendezéseket. Tessék. Mire gondolsz? Arra gondolok, ami történt. Nem kell elkeseredned. Nincs okod rá. Igen, egy ideig vezetetek kocsit. Ebben a foglalkozásban ugyanolyan fontos kocsit vezetni, mint lőni. Ezért nem szabad elkeseredni. És legalább megtanulsz profi módon vezetni. Igen. Igen, mindenki így kezdi, hidd el. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mindenki engem fog figyelni. Senki nem fog figyelni. Ma lesz egy szabad esténk. Együtt vacsorázunk? Igen, rendben. Remek. John, elkészültem. Már is mehetünk. Igen, uram, azonnal indulunk. Megadott útvonalon megyünk? Igen, úgy, ahogy a parancsba kiadtuk. Parancsára, uram. Motoros járő.
Motoros járő! Hall engem! Hall engem! Mi csinál ez? Kifelé! Kifelé! Hallasz engem? Küldjetek ide embereket! Értettem. Azonnal megyünk. Van valami probléma? Megtámadták a másik kocsit. És történt valami? Nem tudom. Johnny, Iditi, jól vagy? Jól vagy? Igen, jól vagyok. Nekem sikerült kiugranom. De Törpin meghalt. Nem igaz. Nem. Én vagyok. Jól van. Jól van. Nyugodj meg. Ne sírj. Nyugodj meg. Ne elnézd magad, Doc. Én tehetek róla. Nem tudhatta belőle. Ez azért történhetett meg, mert nem voltam elég körültekintő. Soha, soha nem bocsájtom meg. Nem csináltam semmit. És ekközben mindenféle betegségeket szedtem föl. A temetés után viszont állandóan ettem. Ma nem is esett jól, csak ettem. Ez egy szertartás, amit az ember a másik halála után csinálhat. Köszönöm, Diti. Az izraeliek három lehetséges emberre hívták fel a figyelmünket. Ezeket megfigyelték. Ezek az emberek különböző kémszervezeteknek dolgoznak. Jean Paulsin a francia belügyminisztériumból Dél-Afrikának kémkedik. Klaus Denenberg, a német belügyi szervek tanácsadója. A mafiának dolgozik. És Cersei James, a brit szépművészeti múzeum tisztviselője. Cambridge-i. Gyanús kapcsolatai vannak, de megfoghatatlan a magas összeköttetései miatt. Denenberg sokat telefonál. Lehallgathatjuk. Paulsin sokat utazik. Johannesburgba, Bécsbe, Bonnba. Le kell szűkíteni a kört. A muzeológus hosszú ideig megfigyelése alatt tartották. És a következőket észlelték. Több szervezetnek és embereivel találkozott, de ugyanezzel az emberrel többször is. Ez egy vasútállomás. Ki ez az ember? Nem lehet felismerni. Lehet, hogy őt keressük. Lehet. Csináljunk nagyítást.
Jorge Villalobosnak hívják. De Carlosével is ismert. Ő követte el a merényletet Rómában. 80-ban szintén egy merénylet Jamaikában. És 82-ben robbanás Párizsban. Emlékszem Jamaika. És a merényletre is. De Carlos meghalt. Megtalálták a holttestét. Találtak egy holttestet. A különleges ismeret. Némettel dolgozott együtt. Mi jut eszembe? Dieter, nem tudom mi. Dieter Porci. Pilóta volt angolán. Ez az. Lássunk nekik, kapjuk el! Mikor Porci éppen nem csinál semmit, egy mexikói faluban van. Mexikáliban. Nikolász! Igen, uram. Szervusz, jó napot. Jó napot. Ez az öné. Köszönöm. Kérem, uram. Itt lehet üzenetet hagyni neki. Egyébként senki nem tudja, hol lakik. Miért nem követjük őket? Annak is eljön az ideje. Meglephetnénk őket ma este. El kell menni a házába és meglepni őket. Mindent lehet csinálni. De ezt nem. Az egyetlen lehetőségünk várni és lecsapni. Itt van a barátunk. Két hölgy is kíséri. Arra mennek most a tieid. Ne fordulj hátra. Most mennek el. Thank you.
Gratulálok. Itt van. Ne veszítsd el. Belül el kell tűnnünk. Siessetek! El kell mennem, majd jelentkezem. Horsi! Követnek. Ráváltak az amerikaiak. El kell tűnnöm azonnal. Indítsd be a motort és induljunk. Nem fognak elkapni. Nyugodj meg. Van még egy pár dolog, amit gyorsan el kell intéznem a biztonságunk érdekében. Gyerünk ide a kocsi elé. Na, csak gyorsan, gyorsan, gyorsan. Nyugodtan, szépen. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyerünk. Kapd el, John! Kapd el! Állj meg, testvére. Maradj nyugton. Szervusz, Carlos. Jamaica óta. Sikerült eltűnnem. Ideig, óráig. Remek munka. Remélem, utoljára találkoztunk. Nem tagadod meg a jogaimat? Jogod van élni. Vagy meghalni. De ez az utolsó játszmánk volt. Rossz lépés.
tökéletes jelentés. Ahogy kérted. Csodálatos. Csak a Fehérház nem akar tudomást tenni az ügyről. Értettem. Doc! Négyes pár. Nyolcas pár. Full. Négyesből és kettesből. Tom. Ezt megint te nyerted. Én soha nem veszíthetek. Diti, azt gondoltam, hogy megint elmehetnénk a Hotel Reskinsbe. Van két belépőm. Mi a véleményed? Jó ötletnek tartom, bár még megfigyelés alatt tartalak. Te mindig megfigyelés alatt tartasz. Találkozz a gyerek apjával.